Következő vendégem itt a stúdióban Szuromi Kovács Ágnes, a Pénziránytő Alapítvány ügyvezető igazgatója, akivel a következő percekben a pénzügyi tudatosság fontosságáról beszélgetünk, amire gyerekkorban és felnőttkorban is érdemes kiemelt figyelmet fordítani. Egyébként ehhez kapcsolódik egy érdekes kutatási eredmény is, mely szerint, és most figyeljenek, évente 6 milliárd forint zseppénzt adunk állítólag a gyerekeinknek. Ezért csak hanem jó reggelt kívánok. Szép jó reggelt kívánok. Ön is ismeri, Ági, ezt a kutatási eredményt, csak tényleg így kíváncsi lennék, ön megdöbbentette ez az adat? Engem rendkívüli módon megdöbbentett, és ráadásul ez még nem is egy teljesen friss eredmény, úgyhogy azt feltételezem, hogy azóta ez az összeg még inkább nőhetett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy már a gyermekeink is tisztában legyenek azzal, hogy ami kis zseppénzük nekik van, nyilván egy-egy gyerekre nézve ez nem olyan újult nagy összeg, de már azt is érdemes jól beosztani. Ajaj, hát ugye mi gyerekkorunkban ugye voltak a takarékbélyegek. Másfelől a bélyeg, azt szerintem zseniális volt a bélyeg, másfelől pedig ugye hát a persely, a klasszikus persely. A gyerekeimnél ezt ugyanúgy csináljuk. Így van, nekünk is minden 4 gyerekemnek van malacperselye, tehát is nem malacperselye most már a formája, de olyasmi. Én is nagyon fontosnak tartom ezt, és a mi alapítványunk tulajdonképpen azon dolgozik, hogy az általános iskolás, a középiskolás és a felnőtt korosztályok számára is nyújtson segítséget. Az általános és a középiskolás korosztályokat természetesen az iskolai keretek között elérjük, a felnőtt korosztályoknak pedig most újult meg a honlapunk, a www.pénziránytő.hu, ahol nagyon sok érdekességet szeretnénk a felnőtteknek is nyújtani. Azt szoktuk ugye mindig mondani, hogy ugye nem csak ahhoz kell érteni, hogy az ember pénzt szerezzen, hanem hogy pénzt kölcsön. Így van. Na most itt a tudatosságot hogyan kell elkezdeni, hogy az mindenki számára, jó legyen? Igen. Mi úgy gondoltuk, hogy azzal kezdjük ezt az egész témát most a pénziránytő alapítvány tevékenysége egy picit most megújult, és azzal kezdjük, hogy az embereket megkérjük arra, hogy csináljunk egy helyzetfelismerést, nézzék meg, hogy meddig ér a takarójuk, nézzék meg, hogy miből élnek, hogy mennyi a bevételük, és ehhez képest mennyi a kiadásuk, és most még csak mérjék fel a helyzetet. Ha több a bevétel, mint a kiadás, örüljenek neki, ha sajnos több a kiadás, mint a bevétel, akkor ismerjék fel ezt a helyzetet, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ezzel is szembenézzünk, és utána pedig majd elkezdünk dolgozni, a következő évünk témája az lesz, hogy hogyan takarékoskodjunk, hogy hogyan tűzünk ki célokat, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy ami most kevesebb, a megtakarítás, az minél inkább nőjön. Mert ugye takarékoskodni akkor kell, amikor az embernek több bevétele van. Így van. Nem? Hiszen azt nem tudhatjuk, hogy a jövő pár hónap vagy pár év múlva ugye mit fog hozni. Na de azért visszakanyarodva a kiindulási pontunkból, egy gyereknek ezt hogyan magyarázzuk el, amikor jön, megy, látja, hogy az iskolában ott vannak azok a hülye automaták, dobálja be minden gyerek mondjuk a pénzt ész nélkül, veszi ki a cukros üdítőt, meg nem tudom én miket. Nekik is, a gyerekeknek is volt most tavasszal egy olyan programunk, a Pénzhét programsorozat keretében, ami gyakorlatilag a családi költségvetésnek a bemutatását, az annak a fontosságára hívta fel az ő figyelmüket, hogy ők is részei a családi költségvetésnek, az ő költésük, az ő gazdálkodásuk, és ezzel egy picit a szülőket is szerettük volna elérni. Azt gondoltuk, hogyha egy-két osztályfőnöki óra keretében a gyerekeknek felhívjuk erre a figyelmét, akkor hazamennek, és talán ők is beszélgetést kezdeményeznek a szüleikkel. Meg hát ilyenkor jó kitalálni, nem? Valami célt, valami álmot, hogy egy gyerek így is van. Mondjuk, hogy mire spórol. Így van, meg is kérdeztük általában az órákon, hogy ők mire spórolnak. Volt, aki elég, egész egyszerű dolgokra, de találkoztam olyan kisfiúval, aki Ferrarira spórolt, hát nyilván még egy kicsit spórolni kell, de igen, fontos, hogy a célokat már ők is tisztelték. Jó, egyébként a mai kérdésünk pont ez a témához kapcsolódik, ugye mennyi zseppénzt adunk ugye a gyerekeinknek, azt hiszem ezt kérdezzük, igen. Ezt kérdeztük ma a nézőktől, most megmutatjuk, hogy pillanatilag hogyan áll a szavazás, csak azért mutatom meg önnek is, hogy meghökkenjünk vagy megdöbbenjünk. Na, hát amennyit megtehetek, ugye ez 86%. Na persze ez is érdekes, hogy ez most naponta nem tudom hány 100 forintot jelent. Van ilyen statisztika egyébként? Pontos statisztikát én erről nem ismerek, egyébként nagyon érdekes lenne, tehát lehet, hogy ezen érdemes lenne majd valakinek dolgozni, de valóban nagyon érdekes kérdés, hogy egyes, hát nyilván ez társadalmi rétegektől függ, hogy mennyire sokat tud. Én segítettem anyámékon, mert amikor megtanultam gitározni, akkor a zseppénzt mindig magamnak pengettem össze az utcán. Nagyon köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.